Alkotmánybírósághoz fordul az LMP, hogy ne lehessen titkosítani a TAO pénzeket. A párt szerint a bíróság korábban már kimondta, hogy az adókedvezmények közpénznek számítanak. A TAO pénz a társasági adó azon része, amelyet a vállalkozások nem az államkasszába fizetnek be, hanem például sportegyesületeknek ajánlhatnak fel. A TAO pénzek adótitoknak nyilvánítását a kormány kezdeményezte, a parlament pedig nemrég elfogadta. A kabinet szerint a módosítás célja nem a titkosítás volt. Ápolt a fű a felcsúti Pancsó arénában, van miből költeni rá. Csak a 2015-16-os szezonban majdnem 2 milliárd forintnyi TAO támogatást kapott a Foci Akadémiát működtető alapítvány. A kormány azt szeretné, hogy ezután ne lehessen tudni, melyik egyesület mennyi pénzt kap az adókedvezményekből. A törvénymódosítást a parlament 2 hete megszavazta, az LMP viszont az Alkotmánybírósághoz fordul. A bíróság egyértelműen kimondta, hogy az adókedvezmények közpénznek minősülnek, és az alaptörvény továbbra is rendelkezik arról, hogy a közpénzek elköltésének teljesen átlátható módon kell megvalósulnia ebben az országban. Innentől elkezdve a magyar parlament nem hozhat olyan törvény, amely ezzel ellentétes. A kormány az alkotmánybírósági vizsgálatról azt írta, állunk elébe. Szerintük a törvénynek nem a titkosítása célja, mert ezután még több adatot lehet majd megismerni, mint eddig. Azt, hogy ez mégis mit jelent, nem részletezték. Korábban Lázár János azt mondta, a TAO pénzekkel el kell majd számolni. Természetesen annak, aki TAO pénzben részesül, az év végén a kapott összeggel el kell számolnia, a teljes kapott összeggel el kell tudni számolnia, és a törvényessége az követhető, ellenőrizhető. De az összegeket megismerni nem lehet. Igaz, eddig is csak a végső összeg volt nyilvános, az nem, hogy melyik cég pontosan mennyit és kinek ajánlott fel társasági adójából. A korrupciókutatással foglalkozó Transparency International szerint azonban eddig legalább az esélye megvolt annak, hogy megtudhassák ezeket az adatokat. Elvileg fennáll a lehetősége annak, hogy egy közérdekű adatperben sikerrel kényszerítse ki valamelyik civil szervezet, újságíró vagy polgár azt, hogy a bíróság kötelezze a cégeket, illetve a sportszövetségeket az adatoknak a nyilvánosságra hozatalára, tehát a konkrét támogatók, a konkrét támogatási összegek közlésére. A Transparency szerint, ha a törvényt nem semmisíti meg az Alkotmánybíróság, teljesen követhetetlen lesz az, hogy mennyi pénz folyik be, például a fociklubokhoz az államkassza helyett.